köbüşürük, il tanıkan köbüşürük, aksağı tökü doluğa, yargı tekim köptürük. Ökkenin sakta kaymağı, szeretettel közönök mindenkit, bocsánat az egy órás késésére, én kérek elnézést, Varga Zoltán vagyok, jelenleg a Móricz János Kulturális Egyesület elnöke, és túl vagyunk egy nemzetközi konferencián, amelyet Móricz János eddigi kutatásainak szenteltük, az eddigi eredményeit úgymond revízió alá helyeztük, és most erről szeretnék egy csokorra való elmondani önöknek. Lehetetlen idő, ez a 30 perc, megpróbálom betartani, ígérem, fegyelmezett ezek. A Móricz János 23. februárban született Horváth Ádám mostani Körmende városában, majd az 50-es években menekülni kényszerült a Vörösterről elől, illetve Franciaországban, később Argentinában telepedett le, argentinának polgárságot nyert. Florencio de Bazzardoa, hoppá, bocsánat. Kezdetben nyelvészeti kutatásokat végzett, Florencio de Bazzardo az Emberiség Egyetemes Őstörténete című munkája alapján kezdte a kutatást. Bazzardo a polisztorként leírta, hogy a baszk nép, mert Bazzardo a baszk származású volt, eredetileg a Szkita Törzsszövetség tagjaként egy magasabb rendű civilizációnak a továbbvivője, mint egy kulturális zászló hordozó. Kezdetben Buenos Aires-i könyvtárakon kezdte a nyelvészeti kutatótevékenységét, talált néhány hódítás, kolonizáció korabeli irodalmi adatot, amit majd be fogok mutatni, és azokat hódítgatva, olvasgatva rájött, hogy bizony vannak az angol népei között magyar nyelvi emlékeket és viselő törzsek, nemzetek. Ott van, felvillant. Ez 1968-ban kiadott az ecuadori kulturális minisztériummal kötve egyetlen egy kiadványt, az Európai Népek Amerikai Eredete címmel, amelynek a reprint kiadását most tartom a kezemben. Ezt először is lefordítottuk, magyar nyelven elérhető az egyesületünk honlapján. De az újabb kutatások tükrében Móricz János azon megállapításai, hogy a magyarság volt Dél-Amerikában, és onnan kiállítva, hogy például civilizációs megtermékenyítés már nem nagyon állják meg a helyüket. Erről szeretnék majd néhány bizonyítékot előadni. Tehát mindenhol vannak a Földön magyar nyelvi emlékek. Voltak előttem jóval kiváló előadók, akik ezt már bebizonyították, és utána is lesz ugyebár egy. Tehát erre igazán már nem nagyon fogok kitérni. Olyan megdöbbentő írásos emlékeket fogok bemutatni az ecuadori táltosok barlangjából, amely igenis létezik, és most először publikus Magyarországon bemutatok egy aranylemez fotót, abból az úgynevezett nem létező aranylemez kollekcióból, ami egy nem létező táltos barlangból került elő. Szóval sokan hitetlennek találják Móricz Jánost azért, mert soha nem bizonyosodott be, hogy bármilyen tárgyi emlék előjött volna a táltosok barlangjából. Kicsit a mikrofont, üzelem, tegye száját. Jó, igen, elnézést. Köszönöm. Tehát, hogyha majd diákon látjuk, hogyha ismerjük a Carlos Crespi atyának a történetét, aki több mázsányi tárgyi emléket kapott a Shuar ecuadori indiánoktól, akkor az elég bizonyító erejű
ahhoz, hogy bebizonyosodjék, hogy egy ősi kultúra igenis elrejtett az ekvádori barlangokban a kincseit. Jobban tehetni az időid a lépcső mellé, nyomtattam 40 vagy 50 példát egy összefoglalóból, ugyanis kicsit több mint egy hónapban zárult Horvitz János egykor ügyvéd egy elátló Penya Mateusz úr Magyarországonját meghívtuk, és két napos konferenciát tartottunk Körmenden, és a Tájhoz Barlang feldolgozásának összes dokumentumát ő kiadt ebben a vaskos több mint 500 oldalas könyvben, elkezdjük fordítani, és az utószavát már lefordítottuk, és ott van. Pihető példányok a lépcső mellett. Elég tanulságos kis anyag. És akkor azt mondja le a dialektítés. Igen, a legfelső dialektítés. És akkor kérem a következőt. Nem jött hozzá. Igen, Huande Velasco püspök megírta a kítói királyság történetét, kérem a következőt, és a régészek szerint nem tudták megmagyarázni, mi lehetett az inkáknak az ősi nyelve. Tehát az inkák nem az aymara, sem a kecsó nyelvet nem ismerték, valami ősi, beavatott isteni nyelven beszéltek. Majd amikor Huayna Capac meghódította az északi kétős területet, amit most Ecuadornak hívunk, akkor úgy kiáltott fel, hisz itt mindenki a mi nyelvünket beszélni, minden hegy, oromtó és folyó a mi nyelvünkön elnevezve. Kérem a következőt. Ezek a területek ecuadori tengerparton vannak, ahol Móricz János magyar szavakat is használó beszülöttekkel találkozott. Itt szeretnék egy tévhitet szétoszlatni, nem magyarul beszélt ezekkel az indiánokkal, ugyanis csak a beavatott Shuar törzsfőnökök ismerték még azt az ősi nyelvet töredékeiben, amelyet magyarul is értelmezhetünk. Több száz szót gyűjtött össze Móricz János magyarul. Kérem a következőt. Árokkapa, apa, alma, baba, csinál, itt olvasható azok a szavak, amik mai napig is ezek a Shuar indiánok élő nyelvként, magyar szóként használnak. Sajnálatos módon a Shuar törzsek két erőszakos nyelvcserén is átestek. Az egyik az inka uralkodó leigázása után a kecsua nyelv elterjesztése volt, második pedig a spanyol bejövetelekor a spanyol erőszakos nyelvcsere. Tehát két erőszakos nyelvcserénk is átesett az ősi nyelvük. Kérem a következőt. Egy Tamana térképet mutatok, amelyben bizonyítékát annak, hogy szerte a földön közel 8000 azon magyar helység, illetve természet, illetve földrajzi nevek száma, amely magyarul olvasható. Nem véletlenül a CIA gyűjtötte össze ezeket a 60-70-es években. Például jelenleg Irán Tamana térképén olvashatunk Temesvárt, Zalán, Maján, Barát, stb. Stb. Tehát ennek magyar, búza, vihar, stb. Neveket. Utána lehet nézni a Tamana szó beírásával az interneten. Most ne raboljuk ezzel az időt, következő kérdésében. Hát erről is lehetne beszélni, hogy melyik ugyebár a vezető nyelv, ez ma már lett erről egy előadás, hogy az ősi szógyugok 68%-a található az ősi világnyelven. Ugyebár itt van a mai világnyelv, illetve a tervezett világnyelv, az csak 4-5%-ban beszél ezeket az ősi gyököket. Ezt 77-ben a Sorbon nyelvészei állították össze, de ide a bököt, hogyha volna egy újabb eredmény, ami ennek ellentmond, egy kicsit meggyalázza, akkor azt már nyomnák az RTL klubban is. Szóval ennél újabb és jobb nincs, ez egy bizonyíték és valósnak tekinthető. Kérem a következőt. Mi lehet a magyarázat erre? Hát Móricz János elmélete szerint magyar törzsek lepték el a világot és a vándorlások során elterjesztették a kultúrát. Mit keres itt ez a geológus vagyok, amúgy ez az amerikai Brászkanyonban lévő fotó. Kezdetben volt ez a szint. Itt vannak ezek a kemény homokkők, a fedők, amelyek megóvták a pusztulást az alatt lévő sziklákat.
Tehát kezdetben volt egy nagyon-nagyon kemény réteg, de hol van a többi szikla? Elpusztult, lepusztult, az időnek a viharai elmosták. Tehát mi van akkor, hogy ez a kultúra, ez a nyelviség globális volt a Földön? Olyan, mint most az angol nyelv. Egy világnyelv. És Anglia mekkora? Egy kis ország, ugyebár egy kis szigetország, de terjedőben van a nyelve. Most Magyarország mekkora? És itt van a bizonyítéka, hogy világnyelv volt valamikor a magyar nyelv. Tehát mindenhonnan jönnek elő magyar nyelvi emlékek. És ugyebár akik nálunk gyakrabban olvassák az Ószövetséget, így szoktam finoman mondani ezt, ezt nagyon jól tudják, hisz Mózes első könyve úgy szól, hogy az egész Földnek pedig egy nyelve és egy szókincse volt. Mózes első könyvének 11. verse. Tehát az Isten nyelvre egyre több a bizonyíték, hogy ez igenis az magyar volt, és a bábeli zűrzavar előtt ezt beszélték globálisan. Kérem a következőt. Ez Móricz János eredeti térképének a lázata, saját bejelzése egy barlangról, ahova levitték ezek a sumer indiánok, hiszen mesélt ő az indiánoknak a magyar magyarság ősi eredetéről, az úgynevezett harmisúrákról, hogy hát rovásírásos emlékeket aranylemezekbe fektettek, és egy kataklizm előtt egy barlangra lejtették. És akkor mondták a sumerok, hogy néha, te akkor a testvérünk vagy, mert nekünk is van egy ilyen barlangunk. Ezt a barlangot úgy hívják, hogy Tájosz barlang, de 69 óta Tátosok barlangának hívják az ekvádoriak is hivatalosan. Kérem a következőt. 1968-69-ben ment le az első expedíció. Kérem a következőt. Egy mészkő barlangban úgy kell elképzelni, hogy mesterséges folyosókkal, áthidalókkal, illetve lépcsőzettel kialakított plastikázott barlangrendszer, több száz kilométer hosszú, csak 12 kilométert álltak fel. Az első 12-t, annak a térképrendszer is megvan. Kérem a következőt. Igen, fantasztikus faragott gránit tömbök voltak ebben a mészkő barlangban. Következőt. Egyedül a magyar ifjúság jelentett meg 1970-ben egy cikket erről, magyar nyelven. Illetve most a konferencia után jelent meg néhány sor, sajnálatos módon a magyar sajtóban róla. Következő. 1976-ban készítettek el egy másik expedíciót, bebizonyítva, hogy valójában létezik az úgynevezett aranykönyvtár is, de mivel az aranykönyvtár sértetlenségére nem kapott Móricz János megfelelő garanciákat, így kivont az expedíció mögül, így nem mutatta meg az angoloknak, illetve az amerikaiaknak, hogy hol is van ez. Móricz János meg sem említették az expedíciós csapatban. Gerardo Peña Mateus itt áll, ő volt az az ügyvéd úr, aki elfogadta a meghívásunkat, és körmenden hitelt adott Móricz János munkássága mellett. És bizonyítékokat adott, illetve felhatalmazott minket, hogy kiadhatjuk a publikációit. Következőt kérem. Neil Armstrong vezette 76-ban ezt az expedíciót, persze nem jutottak semmire, mert Móricz János nem mutatta meg neki az aranykönyvtár helyét, így csalódottan távoztak. Az első nyilatkozata az volt Neilnek, hogy a barlangban szerzett élményei felülmúlják a holdra szállás élményeit. Mert ő volt az az első amerikai űrhajós, aki állítólag a holdra lépett. Már ebben sem biztosan. Következőt kérem szépen. Itt egy kicsit csalódott képet lát, következő. Illetve teázgatnak Stanley Hollal, akinek a lányát ősszel fogjuk meghívni, hogy a 76-os expedícióról beszámoljon részletesen a magyaroknak. Következő kérem. Egy katonai expedíció volt. A tiltás ellenére tavaly előtt májusban megjelent egy ekvádori Voltaire Holdonnak az újságcikke, halál előtt két héttel, amiben bebizonyítja, hogy igenis az angolok elvittek három lábányi kincset a barlangból. Na most ezt úgy írja le, hogy egy bizonyos távolság után leültették őket, és gépfegyveres katonák megtiltották, hogy tovább menjenek, és három lábányi szobrot, lemezeket és egyéb tárgyat vittek ki. Hivatalosan természetesen tagadják, de azt azóta tudjuk, hogy ezeket a táblákat, illetve az emlékeket a NASA-ban vizsgálják, az űrkutatási hivatalban, és érdekes módon magyar kutatók. Hogy miért, azt majd látni fogjuk később. Következő kérem. Ez a lejárata a Tátos barlangnak, remélem élesebb fotót is tudok majd jövőre mutatni belőle, ugyanis ősszel megy ki egy csapat tőlünk Ecuadorba hivatalosan folytatni Móricz-féle kutatásokat. Nem én fogom fotózni, ezt remélem megmondom, sajnos egy 76 méter ereszkedéssel kell leszállni az a balvilágba. Következőt kérem szépen. 1995-ben Móricz János előkészített egy nemzetközi
konferenciát, ami a világ elé szerette volna tárni az eddigi eredményeit, de valószínűsíthető, hogy mérgezéses gyilkosság áldozatává vált, így nem tudta befejezni az életművét. Ez az utolsó fut, ami készült róla. A következő kérem. Ebben a szállodában halt meg, a szállodai szobájának a zuhanyzójában találtak rá, előtte narancslevet divott és valószínűleg abban csempészték a mérget. Következő kérem. És itt látható a sírja, elég elhanyagolt állapotban, Guayaquil városában. Következő kérem. És az ő emlékére, mert az ő végül is végakartának köszönhetően a szülővárosában csináltunk egy nagyon fantasztikus teltházas előadást, aminek Móricz János Nemzetközi Őslődenti Konferencia volt a neve, és ez volt az első, de nem az utolsó, ugyanis már követelik a folytatást, és több tucat dél-amerikai régész mondta, hogy nagyon szívesen jönne Magyarországra, és itt Magyarországon publikálna először ezen őstörténeti eredményeit. Következőt kérem szépen előadóinkat bemutatnám. Gerardo Peña Mateus úr, Móricz János volt ügyvédje, illetve Klaus Dona. Ő ugyan a Habsburg ház kulturális gyűjteményének a kurátora, ennek ellenére őstörténeti kutató, tehát szerte járja a világot, és őstörténeti gyűjtemény, az fantasztikus, már látni fogunk belőle néhány dolgot. Ő a dél-amerikai óriás csontvázokról tartott olyan előadást, hogy hiteles fotókat mértékkel, tehát ide is hozta hiteles fotókat, tehát nem az interneten hamisított fotókat mutatott be, illetve poénként hozott néhány kézi példát óriás csontvázokból meg lehetett fogni. Szóval döbbenetes volt. Következőt kérem. Illetve amikor meghívtuk őt az előadására, érdekes módon a rovásos emlékek, már nem csak dél, hanem Észak-Amerikából is jönnek elő, és az Illinois állambeli Barnes-képből, tehát a Barnes-barlangból hatalmas gyűjteménye van. Ez jelenleg még lefordítatlan rovásos emlék. Következőt kérem szépen. Illetve itt van Carlos Crespi atya, hogyha Móricz János története nem is létezett volna, meg se született volna Móricz János, akkor is itt van a kapaszkodó, hiszen Crespi atyának több tízezres gyűjteménye van. Jelenleg a Banco Centralban őrzik a kőszobrait, meg néhány lemezt. Az arai lemezeket a 82-es halála után az atyának elvitte a Vatikán. De nem a múzeumába rakta, hanem a páncélszekrényébe. Ugyanis sok lemezen, filmlemezen ószövetségi képregény figurák voltak. Tehát tudjuk, hogy Dél-Amerikában rengeteg sumér jellegű lelet van. Crespi atya egyik videóján Babilónia királyaként a szárnyas oroszlánt lebegteti, akkor most kiderült, hogy sumér mértékegységek alapján építették Tuahunakunak az Akapana nevű főtemplomát, erről is vannak már bizonyítékok, illetve előtt egy vagyagedény, 2000-ben Tiwanaku-ból sumérjék írás feliratokkal. Tehát már nem tudják többet tagadni. Tehát maga a Semur kultúra, amit sumérként fordítunk, ugyebár globális volt a világon. És majd látni fogjuk később a hordozó nyelve, hát sajnálatos módon a magyar volt, ezt már nem lehet eltitkolni. Következőt kérem. Ez ugyebár a szabadkövülességnek a hírkék, a mindent látó szem a piramis tetején, és alatta a rólásírásos emlékek látszódnak. Ez itt a Kara-Maja fordítása, ez pedig a magyar betűírás fordítása. Ez Manuel Palacios fantasztikus előadónk, aki egy ekvádori régész és etnográfus, ő fordította le. Következőt kérem szépen, ő ez a srác. Tehát fantasztikus, azt mondta, hogy tanulja az ősei nyelvét, és 3 év múlva Magyarországon már magyarul fog előadni. Tehát ő nem magyarul tanul, hanem az ősei nyelvét tanulja. Elég jól megvár neki. Következő kérem. Illetve, hát nagyon sajnálom, hogy nem látszik a teljes kivetítés valami technikai trükk miatt, de lényeg az, hogy Crespi atya kollekciójából jelenleg a Vatikán könyvtárában, illetve a Vatikán páncélterméből van ez a híres ekvádori lemez is. Látjuk, hogy pátus öltözékben, van pátus pap öltözékben Ecuadorból, és itt a lábánál ezeket a jeleket szépen már lefordította, dűne és a tudás papja felirat van, de nem fordított, ez magyarul, magyarul van odaírva ezekkel a betűkkel. Következőt kérem. Itt pedig hát Móricz Jánosnak sajnos nem sikerült áttörnie a hallgatás falát, de olyan jól sikerült ez a kis konferencia, hogy utána történt Budapesten egy sajtótájékoztató. Hát nem mondom, hogy hű, de nagy volt ez a sajtótájékoztató, csak néhányan jelentek meg, ugyanis el voltak igazítva.
Volt egy bombariadó konferencia, ugyebár Móricz János munkásságát besározandó, illetve néhány érdekes esemény. Hát olyasmi még nem tudott elő, hogy teljesen sarlatán kutató mögé Ecuador nagykövete Augusto Barberis úr mögé el, illetve Argentina nagykövete Domingo Cullen úr, és ők fejezték ki a köszönetüket az ecuadori jelenlévő kutatóknak, hogy ilyen módon folytatják Móricz János kutatását, és az ügyvéd úr garantált a nevét adta hozzá, hogy minden, amely az ember dokumentumokban le van írva, az valós, és nem az emberiség félrevezetését szolgálja Móricz János kutatása és maga tártosban van a története, hanem éppen az a megfejtés lenne a fennmaradáson kulcsa. Kérem a következőt. Hogy miért? Magyarországon megjelent a könyv, nem ugrik be az emberkének a neve, aki beszélt a Stanley Hallnak a lányával, és mivel Stanley Hall nem találta meg a tártosok barlangjában az aranykönyvtárat, mert Móricz nem mutatta meg neki, elkezdte lejáratni, hogy Móricz János csaló volt, valójában nem is létezik a tártosok barlangja. Ezt ne tessék fényképezni. Ez nem publikus, ugye, és az aranylemez, ez most kerül először bemutatása, igenis létezik a tártosok barlangjában az aranykönyvtár, ez egy onnan származó aranylemez, hogy kérem a következőt, nem teljesen aranylemez, ugyanis itt látunk egy kis repetés mentén korrodáltságot, tehát egy három fémütvezetből összeállított lemez, és aranyréteggel van bevonva. Tehát ezek nem úgy képeznek értéket, hogy be lehet őket tömény aranyra olvasztani, hanem ezek aranyal tartosított, aranyhártyával tartosított. Igen. Okosak voltak. Kérem a következőt. És van még egy poj. Ez itt a fordító kulcs, tudjuk olvasni. Jó? De még nem jelenteni, hogy mi van rajta. Jó? Van néhány aranylemezünk. Ez Móricz János eredeti kézírásával, itt a fordító kulcs mellé. Lehet várni a publikációt. De nem most lesz. Jó? Kérem a következőt. Mit üzenek így most a 2012 magyarországi finnugor világkongresszusnak? Itt ugyebár nem azok a emberek ülnek, akik nagyon hívei volnának ezek. Magyarországnak itt és most mindenféle pénzügyi válság közepette, erre van 180 millió forintja. Én gratulálok is nekik, költsék el ezt a pénzt erre, ugyanis hogyha valamit ki kell találni, valamit kreálni kell, arra kell pénz. Ezeket nem kell kreálni, mert ez itt van. Ma Magyarországon kettő típusú embernek kell hosszan magyarázni a finnugor elmélet tarthatatlanságát. Egyik kategória az, kiszonyon kapaszkodik az íróasztalába, ugye? Valójában Kognál miatt, bizonyos akadémiába, kettő komplett idióta. Na most szomorú lennék, hogy ennek a két halmaznak volna közös eleme. Nem azt mondtam, hogy lehetetlen, nagyon valószínű, hogy van közös eleme, csak hogyha nagyon sok közös eleme volna, szomorú lennék. Kérem a következőt. Mit üzenhetünk a finnugor világkonferenciának? Most egy kicsit szálljunk el a földtől. A finnugorizmushoz egyetlen egy köze van a magyar nyelvbőségének. Az északi kapcsolat raszként értelmezhető, ugyanis nevezük nevén a Sirius-i földön kívüli faj, amely 74-ben a Guti-hegységben Izsáki Lászlónak átadott 9 kg-nyi aranylemezt, és az meg lett fejtve a feliratuk. Az egyik felirat így szól, te napot viercesének üzenjük, két nap viercesei mi vagyunk. Csak nem látszik a teljes fordítás, ezért elnézést kérek. Lényeg az, hogy ezek angolként lettek lefordítva, az ABC-t is megkaptuk, és magyarul van. Tehát több jelenleg a bizonyítékunk arra, hogy az emberiség ősnyelve, az isteni nyelve valonnan fölülre jött, hiszen még földön kívüli civilizáció is beszéli mai napig ezt a nyelvet. Erre lesz még egy bizonyíték, ugyanis honnan kaptuk ezt az ABC-t? Kérek egy következőt. 1936-ban a Himalájában kínai régészek találták az úgynevezett tropa kőkorongokat. Erről hallottunk mindent, ugye? 130 cm-es mumifikált kis lényeket találtak mellette, illetve fantasztikusan polírozott több ezer kőkorongra, mikroszkopikus kisénységű írásjelek voltak rakva. Kapaszkodjuk meg, ezek az írásjelek pont ugyanolyanok voltak, mint Izsákinak átadott 74-es aranylemezen az írások. Honnan kaptuk az ABC-t? Kérem a következő fordítást. Egy mikroszkopikus képernyő a droga kőkorongról. Jelenleg kínai múzeumokban megtekinthetőek ezek a kőkorongok, tehát nem tagadják, hogy vannak. És ott is van az írás, négy nyelvész több évi munkával lefordított az egyik ilyen írást. Kérem a következőt.
Igen, ezen nem tudom annyira olvasni, hogy még egyet legyen szíves, mert van egy jobb is, nincs még. Igen, itt van. Ha az óceán olyan lesz, mint a nap, hajad csillog, mint a harmad, és szemeid, mint három csillag, örök időken át Isten ilyen szép vagy, de bölcs nem vagy, mert nem tudod, mi az isteni akarat, ami csillogtat. Így csak vieces vagy, tehát ember, és bölcs majd akkor, ha rád ragyog ez új nap. Tehát ezek is versike is volt, szépen lefordították, ezt sok helyen az interneten olvasni, csak azt felejtették el, hogy ezt nem magyarra fordították, az eredeti szöveg magyar volt. Tehát 12 000 éve találnak mindenféle ősi tárgy között földön kívüli eredetű kőkorongokat, lefordítják, és egy magyar vers van rajta. És a Magyar Tudományos Akadémia nem kapok a balról, fölvegye kínaiakkal kapcsolatot, hogy hogy is van ez. Tehát azt szeretném üzenni a finnugor világkongresszusnak, hogy jelenleg nekünk több bizonyítékunk van annak a bizonyítására, hogy a magyar nyelv és a finnugor kapcsolat az nulla, és több a bizonyítékunk arra, hogy a magyar nyelv valamikor világnyelv volt, az ősi egyetemes isteni nyelv, és az sajnos külföldi eredetű, de fölfelé. Tehát nem szégyen bevallani, hogy valahol kaptuk a kultúránkat, nem szégyen, hogy végülis a kőbaltás ember hirtelen, hogy kezdett el piramisokat építeni, de segítettünk. Kaptam hozzá tudást, intellektust, kultúrát és nyelvet. Hiszen olvashatjuk a moszkvai papírusztekercsek magyarul, ugyebár matematikai feladványt, mindenki utána néz a neten, az is, ugyebár kiderült az is, hogy a Keopsz piramis mellett lévő szfinxet unnak hívják az arabok, és kiderült az is, hogy az ősi uralkodók unok voltak Egyiptomban, illetve már az is kiderült, hogy Kína első császára még magyarul beszélt. Erre is vannak már bizonyítékok. Rakjuk már össze a képet. Merjünk kicsik lenni? Nem. Ennek vége. Jó, köszönöm szépen a figyelmet. Vissza kettőt. Amerikában az egyetemen, következőt, már tanítják, hogy körülbelül időszámításunk előtt 12-14 000 évvel ezelőtt a Kárpát-medencéből rajzolt ki európai, úgynevezett az indogermán nyelvek. Tehát adta a kiáramlást. Tehát ezt már tanítják Pennsylvania az egyetemen, illetve le is van vezetve, hogy az ős magyar nyelvből hogy alakult ki a különböző európai nyelvek. Hát aki ezt csinálta a professzort, nem fogják meghívni erre a világtalálkozóra, a finnugor találkozóra. De ott már arra kapnak egyet, hogyha valaki ezt helyesen tudja. Kérdezem én Magyarországon, mikor kapunk arra helyes egyet, hogyha ezt a tantárgyat tanuljuk, és így, ahogy volt. Mert valahol már így tanítják. De nekünk nem engedik ezt. Tehát ezt is hagyjuk. Jó, következő lehet szíves. És hogyha valaki információkra kíváncsi, a uamorris.hu www-s honlapon minden dolgot leszedhet, illetve az én előrehetőségemet is megkaphatja. És akkor látom, az még szépen elfogyott, és ott letölthető ezen a honlapon Móricz János egyetlen kiadványa, amiből itt még van 4-es példány az európai népek amerikai eredetéből. Köszönöm szépen a figyelmüket!